Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitke Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül, bárki. Gyertek és tartsatok velem. Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el. És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízd magadban, bízd bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem. Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Sok-sok szeretettel köszöntelek a következő blogban. Most is egy icipici átmozgató tornával készültem nektek, nagyon bízom benne, hogy nem volt megerőltető az első sem. Kezdjük is el. Levegő. Váltva húzod föl a vállad. Remélem egyre többeteket odaszeg ez a képernyő elé ez a mozgás. Párosan 8. A múlt órán, az előző blogban megtanultuk a hintát. Most összekötjük a vállhúzást a hintával. Jó? Lép és húz a váll. Nagyon jó. Figyelj, mikor lépsz ki, váltva emel a kar. Gördülékenyen menjen az a hinta. Megy párosan a kar. Még kettő, marad oldalsó középtartás, sima hinta. Fej fölött a kéz, húz a sarok, rúgod a feneket, terpeszállásban próbálod hozzáérinteni a sarkadat a fenekedhez. Szuper, ügyes vagy, húz a tér, húz rá a kar. Duplázunk, 2. Sima hinta. A múltkor megtanultuk a guggolás és a hinta keverékét. Most megtanuljuk a hinta és a lábemelés keverékét. Minden átgördülésnél emel a láb. Nagyon ügyes vagy. Marad középen, sima guggol, 8. Négy. Tart. Próbáljuk meg összezárni a lábat. Zár, nyit. Másik oldal. Szuper. Na, még egy-egy. Jó, hinta. Lassan a hinta mára. Bemelegítésünk része.
lesz automatikusan. Figyelj! Jobb lábadat felrakod a balra. A múlt blokkban is volt egy ilyen. Oldalsó középtartásba a kéz, és próbálsz picit rugózni. Nagyon jó, kicsit lent megtartod. Hátra fogjuk vinni a lábat, törzsdöntésbe. Meg kell találjad az egyensúlyodat. Füled mellé behúzod a kart, és húztol a kart. Ha ez esetleg nem megy, nyugodtan ragd le hátul a lábadat, de aki már haladó, vagy tornászik, mindenképpen emelje föl. Rendben, mindenki lerakja, és tempósan húzunk 8-at. Szökkenünk is. Ügyes vagy, kicsit megrázod a lábadat, megyünk a másik oldalra. Oldalsó középtartásba a kéz, emel a láb, elől, ráhelyez a térdre, pici rugó, indítás hátra mérlegállásba, fül mellé le a kéz, és húztol. Tudod, ha nem megy, leteszed és onnan húzol. És mehet a 8 darab tempó szökkenve. Akinek megy, akinek nem, simán csak húz. Nagyon ügyes vagy, zárt állás. Megyünk föl lábujjhegyre, csípőn a kéz. Átmozgatjuk a vádlit is. Tudod, annyiszor ismétled majd ezeket a blokkokat, ahogy neked jól esik. Befele néz a lábfej, csámpa pozíció, mehet. Kifele csámpa, összeérinted a sarkadat, és mehetünk lábujjhegyre. Nagyon jó. Egyik lábbal előre lépünk, térdedbe hajlítod, fül mellett a kéz, a sarkadat pumpálod lefele a hátul levő lábaddal. Csak lassan. Oké, tempó. És most összekötjük. Emel a mérleg, húz, tol, lerak, 4 darab pumpa. Még egyszer. Húz, tol, lent, 4 pumpa. Próbáld meg a talajt megérinteni, és a hátul levő lábat húzni 8-szor. És utána felállni. És bezárni. Megyünk a másik oldalra, ugyanezt elismételjük. Fül mellett a kéz, és megy lassan, 8. 4. Tempó. Innen megyünk mérlegállásba. Húztól, leenged, és 4 pumpa. Még egyszer. Letesszük a tenyerünket a talajra, és a hátul levő láb 8 darab húz. És feljössz. Kicsit rázd meg kezed, lábad. Amíg pihen egy picit a láb, vállszélességű terpeszállás, és megy föl oldalra a kar. Oldalemelések, súly nélkül. Összekötjük,
Gugolunk vele, szélesedik a terpesz, fönt akar, gugol, leenged. Fönt akar, gugol, leenged. Gyere! Ezekre a mozdulatokra szükség lesz majd a későbbiekben, úgyhogy jól vésd be az agyadba. Tart! Törzsöd egyenes, lassan gyere föl, és lassan megyünk le. És föl, lassan, ne siess. Négy ütemre körülbelül le, négyre föl, figyelj, kettőre. Lent, lent, fönt, fönt. Lent, lent, fönt, fönt. Figyelj, amikor följössz és kinyújtod a lábad, nem feszíted ki a térdedet, jó? Lazán hagyod. Oké, csak akar, föl. Tart! Ugye milyen nehéz az ember karja? Nem is gondolnád. Fölfele néz a tenyér, és csak tart. Figyelj, zár, nyit. Figyelj, zár, nyit továbbra is. Jó, engedd le a karodat, kicsit rázd meg. Ugyanezek a mozdulatok lesznek, csak törzsdöntésbe. Nagyon fontos, térdbe hajlít, hát egyenes. Kinyújtod a karodat, és nyújtva engeded le oldalsó középtartásba a füled mellől. Behajlít. Zár, nyit. Jó. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén, minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, vállkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés.
A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!